Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az aktuális című adásunk, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket a vonal túlsó végén, Kiszeli Zoltánt, politológust, a Századvég politikai elemzési igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Több témánk lesz, Európai Uniós témánk is, Kínát is szeretnénk érinteni, de előtte még hadd kérdezzem a Talgo ügyről. A Talgo az egy szupervonat gyártó spanyol fennhatóságú, és a magyar Ganz Mávag vásárolta volna fel, de Spanyolország nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megvétózta ezt a vásárlást. Az imént beszélgettem egyébként Vitézi Dáviddal, és kérdeztem erről a véleményét. Olyan szempontból megnyugtató volt, amit elmondott, hogy talán azért lehet, hogy akár még jobb lehetőségekhez is juthat majd Magyarország a vonatgyártás területén, de azért mégis ennek az ügynek például a hivatkozási alapja nagyon érdekes és politikai szintet is érint. Ezzel kapcsolatban kérdezném elsősorban. Igen, azt látjuk, hogy a háború örve alatt, a szankciók örve alatt egy-egy cég vásár, megvásárlása, felvásárlása politikai színezetet kap. Hát van, ahol Magyarország sikeres tud lenni, ez itt főként a balkáni térség, ahol mondjuk Észak-Macedóniában vagy Albániában a 4IG cég a VAN brandjével tudott távközlési hálózatokat vásárolni, és hát vannak olyan térségei Európának, főként az nyugati integráció tagjai, ahol viszont nem sikeres Magyarország, és pont ilyen akadályokba ütközik. Ezek nem piaci, hanem politikai akadályok. Horvátországban elutasították, hogy Mészáros Lőrinc érdekcsoportja megvásárolja a Fortenova csoportot, 30 ezer hektár termőföldet, cukorgyárakat, agrárüzemeket Horvátországban, és hát most valóban ez is egy ilyen visszaütés, hogy a spanyol kormány meg nem engedte, hogy ezt a szupervonat gyártó céget megvegye a Magyar Vagon érdekeltség. Tehát ilyen szempontból ott, ahol a magyar kormánynak jó politikai kapcsolatai vannak, ott sikerül vásárolni, ahol pedig az amerikai vagy a globalista érdek érvényesül, ott pedig egyre nehezebb, vagy egyáltalán nem sikerül most már vásárolni. Voltak korábbi példák is egyébként, tehát például a Száva szállodaláncot is meg akarta vásárolni Mészáros Lőrinc érdekcsoportja 22-ben, ott az amerikaiak szóltak a szlovéneknek, a Belgrádra is rátelefonáltak, nem engedtek egy szerb mobil szolgáltatót eladni magyar cégnek. Tehát voltak már korábban is ilyen politikai nyomásra megjósult magyar kifektetési kísérletek. Ahogy mondtam, ugye a nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkoztak, és ahogy kiderült, a spanyol titkosszolgálat több hónapja elemezte a lehetséges vevőt, aki ugye, ahogy említettem, a Ganz Mávag lett volna, és a Ganz Mávag csoportnak az orosz Transmans Holding kapcsolatát találták aggályosnak, és ugye ez is jelent meg egyébként a hivatkozásban, vagy az indoklásban, hogy az orosz kapcsolatok miatt tartják ezt a vétót jogosnak. Mit szól ehhez, mert az az érdekes helyzet kezd kialakulni egyébként, főleg Magyarország körül, hogy az orosz kapcsolatokra, vagy az orosz barátságra akár való hivatkozás most már egyre több szinten jelenik meg. Hát itt nem barátságról beszélnénk, hanem egy üzleti partnerségről. Tehát ugye, ahogy korábban Németországtól kezdve az USA Oroszország üzleti partnere volt, úgy Magyarország is az, tehát nem politikai barátságról vagy szövetségről van szó, hanem egyfajta gazdasági érdek azonosságról, vagy egy kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatról. Ez korábban is így volt nyugaton, csak ez ott megváltozott politikai indokokból, és hát a gazdaság látja a kárát. Magyarország nem akarja ezt a gazdasági árat megfizetni, és ezért a konnektivitás jegyében ragaszkodik a keleti kapcsolathoz. Tehát nem kellett a spanyol titkos szolgálatnak nagyon kutakodnia, hiszen ez egy nyilvános kapcsolat a Mávag és az orosz vagongyártó cég között, hiszen például Egyiptomnak $1 milliárd értékben 3000 vasúti kocsit szállítottak, hogy a háború előtt elindult ezeknek a kiszállítása. Most a háború alatt ez megakadt, hiszen az oroszok szállították a forgóvázakat, illetve az alvázakat, és a magyarok építették a felépítményeket Dunakeszin. Ugye most ez a magyar félre hárul, és azt látjuk, hogy például azoknak a lerobbant MÁV vasúti kocsiknak a felújítására is jó lett volna ez a spanyol cég, illetve ami miatt ez stratégiai jelentőségű, hogy ez a Talgo cég nem csak szupervonatokat gyárt, de olyan technológiája is van, amit meg lehetett volna vásárolni ezért a nagyjából 500 millió euróért, ami változó nyomtávú szerelvényeket tesz lehetővé. Tehát ugye az orosz nyomtáv egy kicsit szélesebb, mint a magyar, és mondjuk ebben lehetett volna nyomtávot változtatni anélkül, hogy ki kellett volna cserélni a forgóvázat. Tehát ez az a technológia, ami talán értékessé tette ezt a különösen ezt a céget.
és hát talán ezért nem akarták eladni, mert nyilván ez megkönnyítené mondjuk olyan vagonoknak vagy szerelvényeknek a gyártását, amelyeket nem kell mondjuk, nem kell a forgóvázát kicserélni, hanem rögtön saját maga átállítja a kerékszélességet, és rögtön tudna egy rövid szünet után tovább menni. Hát itt feltehetően szintén Washingtonból, a Fehérházból jött egy nyomás, mert nem akarnak olyan cégeknek kedvezni, amelyek esetleg ezt a technológiát átadhatják Oroszországnak, tehát ilyen szempontból a kifektetéseknek a nehezedését látom. Mint mondtam, ott, ahol viszont jó a magyar kormány kapcsolata, ott viszont ez jól működik. Lásd Észak-Macedónia. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez egy spanyol döntése, vagy van mögötte ennél több, ugyanis gyanús módon az Európai Bizottság sem tud hozzáfűzni semmit ehhez az ügyhöz, de egyébként úgy tűnik, hogy az érintettek viszont bíróságra fogják vinni ezt, tehát nem fog ilyen könnyen ez véget érni. Hát nem tudom, mennyi reményt vagy esélyt fűzhetünk ahhoz, hogy az Európai Unió előtt, vagy a bíróságán ez az ügy valamilyen módon jogorvoslatra jusson. Hát az Uniótól semmi jót nem, jóra nem számíthatunk. Ugye von der Leyen megmondta 19-ben, hogy egy geopolitikai kormányzásra készül, és hát látjuk, hogy akár a Lukoil kérdésében a nem számíthatott Szlovákia, Magyarország, a Brüsszelre, ugyanúgy ezekben a kérdésekben sem. Hát ők megmondták, hogy teljesen le akarják választani Európát Oroszországról, előbb-utóbb Kínáról is, 5 éven belül Kínáról is le akarják választani Európát, az európai piacot. Tehát ilyen szempontból ez beleillik abba a globalista stratégiába, hogy Európa ne az oroszoknak és Kínának legyen a piaca, hanem a nyugatiaknak, az USA-nak. Tehát így érdemes ezeket nézni, hogy minden, ami az orosz kapcsolatot erősíti, azt elvágják, és minden, ami az amerikai függőséget rögzíti, az LNG vásárlás, vagy a dollárban való elszámolást, azt pedig támogatják. Tehát ezt szerintem így lehet a legkönnyebben megérteni. Térjünk is át akkor a következő témánkra, amely egyébként össze is függ ezzel, és ahogy ön is említette, a kínai kereskedelmi kapcsolatoknak az elvágása is folyamatban van egyébként az Európai Unióban. Arról egyébként pont a múltkori adásban beszélgettem éppen önnel, hogy az elektromos autókra vámot vetettek ki júliustól, viszont Kína sem szereti hagyni magát és ezeket az érdekeit, úgyhogy ők is válaszlépéseket fontolgatnak. Hogyan látja egyébként most először csak a nagy képet tekintve a jövőjét az Európai Uniónak? A versenyképesség tekintetében nem áll túl jól, és ugye a magyar Soros elnökségnek ez is az egyik fő témája, Európa versenyképességének a növelése, és mégis ilyen lépéseket tesz, ami akár a belső piacot, akár a külső partnerekkel való kereskedelmi kapcsolatot nehezíti. Igen, hát nézzük meg először az elektromos autókat. Ez egy ilyen Fekete Péter játék. Most mindegy is, hogy miről van szó, ez bármilyen termékre érvényes lehet. Azt kell látni, hogy Kínában ugye egy olyan túltermelés van, ami azt jelenti, hogy Kína német gazdasági modellt másolt a 40 évig. Ugye a németeknél ez szociális piacgazdaság volt, a kínaiaknál szocialista piacgazdaság. Tehát ugyanaz. Ez azt jelenti, hogy egy megállapodás értelmében Németországban, Kínában meg a párt döntése alapján ugye a munkásoknak a fizetése a termelékenység alatti mértékben növekedett. Értsd, a munkások nem kaptak annyi pénzt, hogy fogyaszthassanak. És ez azt jelentette, hogy a pénzt ugye megtakarításokba forgatták, amiből a termelést finanszírozták. Tehát ez volt a német exportvezérelt modellnek is a kulcsa, és a kínaiak ezt vették át. Tehát Kínában az átember most jobban él, mint mondjuk 20 éve, vagy pláne 40 éve, de azt látjuk, hogy még mindig azért keveset tudnak vásárolni. És ahol a párt engedi, ott mondjuk megnyílik a kapu, mondjuk az ingatlan vásárlás előtt, hogy az emberek a plusz pénzüket, amit megtakarítanak, vagy nem tudnak elkölteni, azt a pénzt mondjuk eddig ingatlanokba forgatták, és hát most, hogy a technológiaváltás plusz a környezetvédelem miatt a párt megengedi, hogy most elektromos autókat is vegyenek, ugye a kínai belső keresletet fölpörgetik az elektromos autóknál, pontosan azért, ahogy ezt Henry Ford is tette, hogy ugye Henry Ford azt mondta, hogy annyi fizetést kell adnom a munkásoknak, hogy tudjanak venni egy T-modellt, és az első 5000-10000 T-modellt a Ford gyár munkásai vették meg, és ezzel visszajött a befektetési költség, plusz azokat a gyerekbetegségeket, amik mondjuk az első autóknál még voltak, a gyár munkásainál tudták kiküszörülni, tehát még úgymond házon belül meg tudták volna. És a kínaiak is most ugyanezt csinálják, hogy a házi piacukon támogatják az elektromos autóvásárlást, és ezzel olyan kapacitások jelentek meg Kínában, és olyan alacsony áron tudják termelni ezeket a kínai elektromos autókat, amivel Európa egyszerűen nem tud versenyt tartani. Csak a BYD nevű kínai elektromos autógyártó cég 8 darab autószállító hajót rendelt, talán 2 már el is készült,
Emlékszünk, amikor idén márciusban megérkeztek az első BID autók Németországba, akkor a Volkswagennek az ID3-as árát 40 ezerről 33 ezer euróra kellett csökkenteni, hogy versenyképes legyen a kínai modellekkel, és hát ugye, ha megnézzük, az európai ár, ez a 33 ezer euró még mindig nagyjából a duplája annak, amit Kínában kell fizetni egy elektromos autóért. Tehát Európa igazából azzal, a Fekete Péter játék abban rejlik, hogy az USA az infláció csökkentési törvénnyel, ugye 800 milliárd dollár tolnak bele Bidenék Amerika technológiai fejlesztésébe, rengeteg elektromos autót gyárt, tehát az amerikai piacon nem tudnak igazából a kínaiak labdába rúgni, egyrészt a szankciók miatt, másrészt az azért, mert Amerikában tényleg nagyon felfuttatják a termelést. Ugye Európában, tehát Kínában ugye nagy a termelés, túltermelés van, és hát hogyha Európa nem vezetne be valamilyen védőintézkedéseket, akkor ránk zúdulna a kínai olcsó elektromos autó, ami persze jót tenne a zöld átállásnak, mert a zöld átállás keretében mondjuk több és olcsóbb elektromos autó jutna az európai piacra, esetleg az európai gyártók is kénytelenek lennének költségeket csökkenteni, mondjuk ez munkahelyek megszüntetését jelenti, vagy mondjuk technológiában fejlődni, és az egyszerűbb megoldást választják, hogy ne öntsák el Európát az olcsó kínai elektromos autók, ezért igazából a vámokhoz nyúlnak, és hát igen, Kína válasz lépéseket hoz, ugye most a tejtermékeknek az állami támogatását pedzegeti, de hát korábban egyébként felvetették, hogyha Európa nem engedi be a kínai elektromos autókat, akkor Kína majd a francia konyakot fogja szankcionálni, meg a luxus termékeket, és akkor ugye az meg a francia mezőgazdaságnak lesz rossz. Tehát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. És hát nyilván Európa közben veszít, azt látjuk, hogy az euróadósságzóna déli országai, tehát a franciák, spanyolok, olaszok, az ő autóik már nem versenyképesek. Tehát azt látjuk, hogyha egy olasz autó annyiba kerül, mint egy német, és nagyjából most már ott tartunk, akkor nyilván az ember egy német autót vesz, mert jobban tartja az értékét, jobban el lehet adni. Tehát nagyjából műszakilag már nincs nagyon különbség, de értékben, presztízsben van. És hát ezért az euróadósságzóna déli országainak termékei, nem csak az autók nem versenyképesek, ugye ezért látjuk azt, hogy az emberek nem tudnak Peugeot meg Citroent venni, vagy Renault, akkor vesznek Dacia-t, ugyanaz a cég, csak mondjuk egy olcsóbb modell, vagy akinek nincs pénze egy Volkswagenre, az vesz egy Skodát. Mert mondjuk egy Audira nincs pénze, de egy Skodára van, akkor inkább vesz egy Skodát. Tehát azt látjuk, hogy a déli országok nem versenyképesek, és ahelyett, hogy javítanának a versenyképességükön, mondjuk ez munkahelyek leépítését jelenteni, inkább a kínai konkurenciát akarják korlátozni. Tehát ez egy ilyen ördögi spirál, mert nyilván Európa a mostani kondíciók mellett, ilyen magas költségek mellett nem versenyképes globális szinten, pláne nem Kínával, vagy potenciálisan Indonéziával, Indiával, feltörekvő új országokkal, és hát nyilván, hogyha a saját piacát sem tudja megőrizni, akkor a külső piacokon sem lesz versenyképes. A probléma ott van, hogy nem a versenyképesség javításával és kapitalista piaci mechanizmussal akarja Európa a versenyhátrányát leküzdeni, hanem protekcionista, tervutasításos eszközökkel, és hát ez sose vezetett jóra, ezt láttuk egyébként a szovjet rendszerben is, hogy ez a tervutasításos rendszer, ami Brüsszelben is egyre inkább kezd megvalósulni ezzel a zöld átállással, hogy hatodik haszakad 35-től nem lehet új benzines dízeles autót eladni, hatodik haszakad Németországban le kell kapcsolni az atomerőműveket, és sokkal drágább amerikai cseppfolyósított gáz kell venni. Tehát azt látjuk, hogy ez az ideológia, a vezérelt gondolkodás, ez nagyon nem jó. És hát ez az Európai Uniós közös agrárpolitika is sok kritikát kap, nem hiába, tehát itt láttunk az elmúlt hónapokban tüntetéseket európai gazdák részéről, akik egyáltalán nincsenek megelégedve azzal a politikával, amit folytatnak ebben a kérdésben, és itt hagy hozzam akkor szóba azt, hogy ugye Kína a WTO-hoz fordult vizsgálatért itt a tejtermékek ügyében, bár ahogy látom, arra számítanak, hogy nagyobb eredményt nem fognak tudni a kínaiak ezzel kapcsolatban elérni. Viszont az európai gazdaságot vagy agráriumot nagyon erősen és hátrányosan érinti az Ukrajnából bejövő termékek. Ezzel kapcsolatban pedig nem lépnek fel. És akkor itt jön be a kérdés, amiről ön is beszélt, akár az ideológia, a politika, illetve a geopolitikai kormányzás, hogy bizonyos országokkal szemben, hatalmakkal szemben próbálnak mindent megtenni, másoknak pedig mindent szabad.
Hát igen, ugye mi a cél? Tehát mindig abból kell kiindulni. Tehát a globalisták, ugye el kell olvasni az ENSZ 2030-as fejlesztési céljait, és ha nem történne valamilyen mesterséges beavatkozás, akkor ezeket a célokat nem érnénk el. Most megkérdeznénk a hallgatókat egy ilyen gyors online szavazásban, hogy ki az, aki lecserélné a meglévő mostani benzines vagy dízeles autóját egy elektromos autóra, akkor lehet, hogy ilyen 10-15%-nyi eredményt kapnánk. Viszont ugye, hogyha egy mesterséges beavatkozás történne, mondjuk kitörne egy háború a Perzsa-öbölnél, és a világ olajellátásának 40%-a máról holnapra befagyna, vagy bedugulna, akkor rögtön 3000 forint lenne egy liter üzemanyag, és akkor már nem 10% gondolkodna a hallgatók közül azon, hogy elektromos autót vesz, hanem 60-70%. Tehát a globalisták ilyen mesterséges beavatkozásokkal érik el azt, hogy azokat a célokat, amiket egyébként a hátsó szobákban senki által meg nem választva eldöntöttek, hogy ezek a céljaik megvalósuljanak. Hát így kell nézni az északi áramlat gázvezeték felrobbantását is. A németek sohasem váltak volna le az olcsó vezetékes orosz energiáról, mert abból voltak gazdagok, hogy olcsón vettek orosz gázt, a molekulát kipréselték, és prémium termékeket gyártottak belőle, amiket drágán el tudtak adni. Ugye, ha nem robbantják föl valakik, nem tudjuk kik, de sejtjük a gázvezetéket, akkor a németek ma is vidáman vásárolnak orosz gázt a háború ellenére. Tehát ugyanígy kell nézni a gazdákat is, hogy ez egy eldöntött cél, hogy a húsfogyasztást, a tejfogyasztást, azt a minimum a felére kéne csökkenteni. A globalisták ezt eldöntötték, mert jelenleg a föld termő területének a felét állatok takarmányozására használják, hogy ott termelik meg a takarmányt. És ugye, hogyha nem ennénk minden nap húst, vagy nem ennénk annyi tejterméket, nem fogyasztanánk annyi tejterméket, akkor a most az állatok takarmányozására használt földet is az emberek élelmezésére lehetne használni. És mondjuk magunktól nyilván nem mondunk le a hús fogyasztásról, vagy a sajt tejfogyasztásról, ezért például ugye bevezették, ugye erről beszéltünk itt a műsorban is tavasszal, hogy a német gazdákat átverték, mert megtartották a dízel támogatást, de ezt egy állatjóléti illetékből finanszíroznák, értsd, hogy a fehérjére kivetnek kvázi egy külön adót, és megdrágítják a fehérjét, azt nem mondják, hogy ne egyetek minden nap húst, de annyira meg tudják drágítani a fehérjét, mondjuk a húst, a tömeges tartásból előkerülő húst vagy tejet, hogy az emberek ne tudják megvenni, és akkor úgy is ugyanott tartunk, hogy be kell csukni a gazdáknak. Nem azért, mert nem tudják megfizetni a dízelt, hanem azért, mert az emberek nem veszik már úgy a termékeiket, nem tudják eladni. Tehát ezeket a globalista célokat valósítják meg ezekkel a döntésekkel, tehát az, hogy együnk kevesebb húst meg tejet, de ugye csökkenjen az állattartás, ez például ugye a fehérjeadóval, vagy az állatjóléti intézkedésekkel tudják elérni, ugyanígy például amiről beszéltünk, a Kínáról való leválást is ezekkel a szankciókkal és vámokkal, és mint mondtam, a cél az, hogy Európát és az USA-t egyben nyissák, hogy mi ne a kínaiak piaca legyünk, hogy mi ne a Temuról rendeljünk dolgokat, hanem az Amazonról például. És ugye ezt úgy lehet elérni, hogy hát fokozatosan kiszorítják ezeket a kínai cégeket. Látjuk az USA-ban nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkoznak, hogy a kínai elektromos autók, vagy nem sokára már a kínai digitális okos eszközök, telefonok, tabletek, számítógépek ugye adatokat gyűjtenek rólunk a használat közben, és ezeket az adatokat, amíg alszunk, hazaküldik Kínába, ahol a kínaiak kiértékelik a napközben gyűjtött adatokat, és ez nemzetbiztonsági kockázat az amerikaiak szerint. Hát az, hogy az amerikai eszközök is ugyanúgy adatokat gyűjtenek, az nem nemzetbiztonsági kockázat szerintük. Ezek politikai döntések, amiket az elitek, a globalista elitek hoznak meg, és hát ezeknek a megvalósítását látjuk. A háború is ezt a célt szolgálja, hogy Oroszországot leválasszák Nyugat-Európáról energetikailag, és hát nyilván majd előbb-utóbb lesz ennek a kínai gazdaságot is, hogy tudják leválasztani az európai gazdaságról, ennek is megtalálják majd a módját, most még csak a szankcióknál tartunk, előbb-utóbb majd itt is megjelennek a nemzetbiztonsági kockázatok, mint Amerikában, Európában ez még nem így van. Na de hogyan látja Európának a jövőjét, és mennyire foglalkozik egyáltalán Európa ezzel a kérdéssel, mert mindezek az intézkedések, amikről eddig itt beszéltünk, úgy tűnik, hogy ilyen taktikai, hirtelen meghozott döntések vagy intézkedések, amelyek egy adott helyzetre próbálnak meg éppenséggel reagálni. Ugye Michael Spence, Nobel-díjas közgazdász, a projekt szindikéten nemrég megjelentetett egy írást Európával kapcsolatban, és ő azt írta, hogy az EU jelenlegi iránya nélkülözi a jövőképet, és a biztos gazdasági stagnálás irányába vezet. A magyar Soros elnökségnek is, ahogy említettem, ez egy kiemelt fontosságú célja. Lát arra reményt, hogy akár a magyar Soros elnökség mondjuk ebben a tekintetben meg tud valamit mozgatni, vagy el tud indítani gondolatokat? Van erre fogadókészség? Hát a magyar elnökségnek az a legnagyobb érdeme és feladata és lehetősége, hogy egy alternatívát kínál a mainstreamhez képest.
a globalista mainstreamhez képest, ezért támadják ennyire. Tehát Orbán Viktor békemissziója az pontosan egy alternatíva a háborúhoz képest. Ezért támadják. Ugye, mert eddig nyugaton azt nézik, most is, ha megnézzük a brüsszeli külügyminiszteri értekezletet, hogy azon vitatkoznak, hogy hogyan lehet az ukránoknak a háborút meghosszabbítani. De megengedjék-e, hogy most Oroszországon belül támadjanak, vagy hogy kapjanak-e olyan rakétákat, amivel nem csak 500 kilométerre tudnak lőni Oroszországba, hanem 1000 kilométerre, mondjuk és Moszkvát is eltalálják nyugati rakétákkal. Tehát Brüsszelben ilyenekről beszélnek, hogy a háborút hogyan lehet eredményesebben vívni, vagy tovább, hogy lehet még több pénzt a háborúba pumpálni, vagy hogy lehet több lőszert gyártani. Orbán Viktor meg azt mondja, hogy nem azt kell nézni, hogy a háborút hogy lehet meghosszabbítani, hogy a békét hogy lehet elérni. Ez egy teljesen más alternatíva, teljesen más hozzáállás. És hát ugyanez van a gazdaságban is. Ugye Brüsszelben eldöntötték ezeket a globalista célokat, amikről beszéltünk, az ENSZ 2030-as céljait, vagy a világgazdasági fórumnak a céljait, ugye ezek a Great Reset, tehát megvannak ugye ezek a célok, amiket leírtak, csak ugye nincs hozzá többségük, és ezért föntről valósítják meg. Hát itt látjuk azt, hogy Magyarország a gazdaság terén is egy alternatívát kínál, pontosan azt, hogy vissza kell térni az oroszokkal való kereskedelemhez, és nem szabad leválni Kínáról. Ez is egy érdemi alternatíva, egy 180 fokos ellentéte annak, amit Brüsszelben és Washingtonban a demokraták akarnak, hát ezért is támadják. Tehát én abban nem, tehát azt látom, hogy tehát nyugaton vannak tervek. Hát ezt Magyarországon nem nagyon ismerik ezeket a terveket, mert nem beszélünk róla érdemben, de például a németek eldöntötték azt, hogy ahogy a háború előtt mondjuk egy tonna gáz 30 euró volt, ők azon dolgoznak, és ha törik, ha szakad, kerül, amibe kerül, tart, ameddig tart. A németek eldöntötték, hogy ők például zöld hidrogénre fognak átállni, és ugyanúgy egy tonna zöld hidrogént úgy számolnak, hogy 30 euróból elő tudnak állítani, mint most a háború előtt tudtak vásárolni egy tonna orosz földgáz. Tehát ilyen szempontból megvannak a tervek, csak hát kérdés, hogy van-e értelme, vagy ennyi költséget érdemes-e vállalni, vagy hogy ezt tervutasításos módon kell csinálni, vagy lehetne piaci alapon is. Csak hát ugye, ha már eldöntötték az elitek, akkor onnantól kezdve már a társadalmat alakítják a tervhez, és nem a tervet a társadalom igényeihez és lehetőségeihez. De pont Németországgal szerettem volna folytatni, hogy egyáltalán van esélye Európának gazdaságilag talpra állni, tényezővé válni a világban Németország nélkül, és nagyon jó, hogy mondja Németországnak a terveit, illetve azt, hogy milyen irányba mozognak például ezzel kapcsolatban, mert itt a német gazdaságról a mainstream médiában csak azt a hírt lehet látni, hogy nincsenek jó számaik, gazdasági visszaesés van, nem nagyon találják a kiutat, ez egyébként hatással van a magyar gazdaságra is közvetve, a járműiparról ugye beszéltünk már, és Olaf Scholznak a mondatai pedig sokszor ellentmondásosak saját mondataival is, tehát saját magával is, hol azt mondja, hogy nem támogatják tovább Ukrajnát, legalábbis nem ilyen szinten, hol pedig azt mondja, hogy ők fogják a legtovább támogatni őket. Elég nehéz kiigazodni. Hát igen, nyilván van benne rendszer, ugye őrültség, de van benne rendszer, ahogy szoktuk mondani. Nem, tehát azt kell nézni, tehát németeknek van terve, mint mondtam, a zöld hidrogén, és ők a német iparnak az egyik baja, hogy nagyon elkényelmesedtek. Az euró nagyon jót tett Németországnak. Tehát arról beszéltünk korábban az elektromos autók kapcsán, hogy az euró adósságzóna, a közös valuta rosszat tesz a délieknek, ezért nem is érdemes csatlakozni hozzá nekünk, mert látjuk, hogy a franciák, olaszok, spanyolok hogy vesztették el a versenyképességüket. Mielőtt bevezették volna az eurót, Olaszország nagyjából 14%-os ipari termeléssel járult hozzá az Unióhoz. Most 7% alatt vannak. Tehát amiről beszéltünk, hogy az olasz, francia, spanyol termékek egyszerűen ilyen drága euróval nem versenyképesek. Ez nekünk magyaroknak jó, mert ha lenne egy német euró, egy északi euró, holland, osztrák, finn, német euró, ez nagyjából mai árfolyamon számolva 600-700 forint lenne. Ha lenne egy déli euró, az ilyen 250-300 forint lenne. Tehát rögtön olcsóbbak lennének a déli termékek, hogyha az eurózóna ketté válna, és leértékelődne a déli euró. Ez nekünk nem lenne jó, mert akkor megint a versenyképesek lennének, és nem költöznének ide a gyárak. Tehát ilyen szempontból a németeknek megéri, hogy nem 600-700 forintért kell egy német terméket eladniuk, hanem 400-ért, és ugye a különbözetet a német adófizetőktől beszedik, és ezzel támogatják a déli országokat, ugye az adósság, ezért adósságzóna, mert a németek finanszírozzák a déliek adósságát, ezzel persze egy adós rabszolgaságban is tartják őket, mert a franciák, olaszok, ha kilépnének, ki kéne fizetniük azt az adósságot, amivel a németek a mostani életszínvonalukat, a Dolce Vitát finanszírozzák, hogy szokták mondani, hogy a németeknél most már nem arról azt mondják, hogy felejtsétek el a 4 napos munkahetet, ami eddig egy ilyen reményként megjelent Németországban, hogy majd 4 napos munkahét lesz, azt meg szokjatok hozzá,
hogy 70 éves korig kell dolgozni, a 70 éves nyugdíjkorhatárhoz kell hozzászokni, nem a 4 napos munkahelyéhez üzeni a német elit. És hát igen, a franciák meg ugye most azon vitatkoznak, hogy a francia kormányalakításnál a baloldal, amely megnyerte az előrehozott francia választásokat, most azon gondolkodik, hogy akkor a 61 éves nyugdíjkorhatárt 60-ra csökkentsék, hogy egy átlag francia 58 éves korában mehessen el nyugdíjba az utolsó fizetésével, mondjuk 3500 euróval, mert ugye ők erre rendezkedtek be, hogy 58 évesen 3500 euróval mennek nyugdíjba, a németeket meg azt mondják, hogy ahhoz, hogy ezt finanszírozhassuk, és egyben maradjon az Európai Unió meg az euróadósságzóna, ezért nektek 70 éves korig kell majd dolgozni, 1500 euró nyugdíjért, hogy a francia 58 éves korában 3500 euróval mehessen nyugdíjba. Tehát ez a német gazdaságnak jó, a német adófizetőknek rossz. És hát a szegény német politikusoknak ezt a kócerájt kell egyben tartaniuk, de a probléma ott van, hogy nem tudják egyszerre Ukrajnát finanszírozni, a hidrogén átállást finanszírozni, a legatyásodott német infrastruktúrát helyrehozni, 14 ezer hidat kéne felújítani, ebből 4000-et azonnal, autópályahidakat, vasúti pályákat, a digitalizás nagyon gyatra Németországban, tehát, tehát most vezetik csak be például, most kísérleteznek az elektronikus receptekkel, tehát egy csomó olyan dolog van, amiben Németország lemaradt, és nem azért, mert 80 milliós ország, hát látjuk az USA-ban, vagy Kínában sokkal előrébb tartanak, pedig sokkal nagyobb ország, tehát sokkal nehezebb lenne mondjuk ugyanezeket a problémákat megoldani egy 340 milliós Amerikában, vagy másfél milliárdos Kínában, de a németek lusták, nincsenek rá kényszerítve, meg hát ők úgy gondolkodnak, és ez a válasz szerkesztő asszony kérdésére, hogy amit Németországban bevezetnek, azt az egész unió vegye át, mert akkor a német cégek ezzel a versenyerőjüket meg tudják őrizni. A hivatalos válasz a németeknél az, hogy 40 éve nem volt innováció Németország. Az utolsó ilyen nagy felfedezés, ami Németországot gazdaggá tette, az egyébként az Audinál volt a direkt befecskendezés a motorba. Tehát ez volt az utolsó olyan nagy innováció, ami Németországot gazdaggá tette, és az elmúlt 40 évben ehhez fogható nem történt Németországban. És most azt remélik, azzal hitegetik az embereket, hogy majd a zöld hidrogénre való átállás az majd egy ilyen minőségi ugrás lesz, és hogy az emberek hajlandóak voltak 40 évig megfizetni a magasabb árat ezekért a közvetlen vagy direkt befecskendezéses motorokért, úgy majd azt remélik a németek, hogy majd a zöld hidrogénért is hajlandóak lesznek az emberek megfizetni azt a magas árat, részint ideológiai okokból, hogy jót tegyenek a környezetnek, megmentsék a jeges medvéket, vagy azért a presztízsből, hogy egy német autót vagy egy német terméket vesznek, vagy mondjuk azért, mert tényleg az minőségileg is jó lesz. És hát itt van az, ugye, hogy ameddig ez nem következik be, addig meg valahogy rögtönöznek, ezt látjuk. Ukrajnával kapcsolatban meg igazából ugyanaz van, mint a többivel, itt találkozik a német és a francia politika, hogy Németországnak meg kell tartani a bonitását. Tehát az, hogy a németek még mindig nagyjából ilyen 1,5-2%-ra tudnak hitelt felvenni, a franciák, olaszok, spanyolok az euróadósság zónadi részében meg 5-6-7%-ra, ugye ez azt jelenti, hogy a németeknek fegyelmezett költségvetést kell folytatni. És ezért mondja Scholz azt, az Ukrajnára áttérve, hogy ugye idén 8 milliárddal támogatták Ukrajnát, jövőre már csak 4-jel fogják, de mondják, hogy a különbözetet majd az Unió fizesse be. Most még ott tartunk, hogy a befagyasztott 300 milliárd dollár orosz devizatartalék kamatát adnák át a németek is a G7 csúcs találkozó döntése alapján Ukrajnának. Tehát már nem a német költségvetésből adnának, ameddig kell pénz, hanem egyre inkább uniós forrásokból vagy, és hát itt megint mi vagyunk ugye a botnak a rossz végén. Úgymond a COVID alapnak a fel nem használt pénzét, és amit nem adtak oda a lengyeleknek meg nekünk, hogy az olaszok nem használtak föl, mert Olaszország a nekijáró 200 milliárd euróból 135-öt használt föl, tehát ott is van még mondjuk 65 milliárd euró, amit az olaszok nem használtak föl, hogy ezt a pénzt forgassák át Ukrajnának. Tehát újabb német közvetlen adósság nélkül a közös pénzből, vagy a következő generációk költségére kötvénynyomtatásból, vagy újabb hitelekből, de már uniós hitelekből finanszírozzák Ukrajnát, mert ezzel Németország fizetőképességét megtartják, és ha baj van, látjuk az, amikor a szankciós energiaválság alatt a németek 200 milliárd eurónyi rezsicsökkentési alapot tudtak létrehozni, a franciák meg 50 milliárdot se tudtak összeszedni. Tehát azért kell a németeknek vigyázni saját magukra, hogy mint a repülőn is. Ugye mit mondanak a repülőn? Először vegye fel a saját oxigén maszkját, és utána segítsen másoknak. Ez a normális. A németek is vigyáznak arra, hogy ők ugye hitelképesek maradjanak alacsony kamatra, és ugye utána az összes többieknek meg akkor segítenek, hogyha az a német érdeket szolgálja. És most itt tartunk, csak hát ugye egyre kevesebb jó ajánlatuk van, mert hát ugye azt mondják, hogy támogassuk a háborút, akkor megkapjuk azt a nagyjából 9 milliárd eurót, ami Magyarországnak a COVID alapból járna. De hát ez nem egy jó befektetés. Tehát, és itt vannak a problémák, hogy már a franciáknak meg az olaszoknak se tudnak olyan jókat mondani, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt.
Akkor ez azt jelenti, hogy Németország teljesen lemondott egyébként az olcsó orosz nyersanyagról, energiáról, mert azért lehetett olyan mondatokat hallani a német politikából is, nem kormány szintről egyébként, hogyha vége ennek a háborúnak, akkor a kapcsolatoknak az újjáépítésére lenne szükség. Igen, hát ez egy kisebbségi vélemény a német eliten belül. Azt látjuk, hogy tehát Németország, hogy az Ötker mondta, Arendt Ötker 2005 körül, aki az Atlanti híd elnöke volt, hogy Németországot 200 család irányítja, Amerikát 100 család irányítja. És ez a 200 német család jobban akar lenni azzal a 100 amerikai családdal, mert nem akarnak harmadszor egyet az órukra, hogy koppintsanak az amerikaiak. Mert az amerikaiak győzték le a németeket, és nem a szovjetek. Ugye a szovjeteknek is az amerikaiak küldtek pufajkát, húskonzervet, kerozint, repülőgép motort, meg mozdonyt. Tehát ugye az amerikai segítség nélkül az angolok is elbuktak volna, meg a szovjetek sem tudtak volna ilyen szinten talpon maradni a németekkel szemben. Tehát itt is nagyon sok hasonlóság van egyébként, egyet, ha megenged szerkesztő asszony, hogy ugyanazokat a trükköket használják az angol száz globalisták, hogy az előttünk álló 100 évet is ők uralják, amire nagyon jó esélyük van, jobb esélyük van, hogy az amerikaiak nyernek, mint a kínaiak. Egyet hadd hozzak föl, hogy 41. augusztusában például Roosevelt és Churchill eldöntötte, hogy a tengelyhatalmak csak feltétel nélküli kapitulációval fejezhetik be a háborút. Ez, és most ugye mit csinálnak? Ugyanez, hogy Putyin elnök háborús bűnös, mert gyerekeket raboltat el. Ez mit jelent? Hogy ezzel az, hogy a feltétel nélküli kapituláció 41-ben azt jelentette, hogy Stalin nem köthet külön békét Hitlerrel. Most mit jelent, hogy Putyint háborús bűnösnek kiáltották ki, vádat emeltek ellenem? Ez azt jelenti, hogy nem lehet vele tárgyalni, mert ki akar egy háborús bűnössel tárgyalni. Tehát ugyanazok a trükkök vannak, mint korábban, az elmúlt 400 évben az angol szászok tökére vitték ezeket a trükköket, és hát azt látjuk itt is a németekkel kapcsolatban, hogy Németország nem teheti meg, hogy szemben menjen Amerikával. Tehát ez a 200 német család eldöntötte, hogy Oroszországról most le kell mondaniuk, hogy ez 10 évre van, 50 évre vagy 100 évre, azt senki sem tudja, de az amerikaiak egyszerűen megmondták nekik, hogy nyugatra arccal nyugatra fordulj, és a németek ezt végrehajtják. Miért? Egyrészt, mert a német gazdaság a leginkább az amerikainak van kitéve. Ugye a frankfurti tőzsde az 3000 milliárd euró kapitalizációjú, a New Yorki tőzsde 25 ezer milliárd. Tehát azt látjuk, hogyha egy német cég már kinövi a frankfurti tőzsdét, a Lindegáz volt az utolsó, amely egyszerűen ahhoz, hogy világszerte versenyképes legyen a kínaiakkal, Németországban már Európában nem talált elég pénzt. Át kellett mennie New Yorkba. Vagy ha megnézzük, az 50 legnagyobb német cégben a BlackRock és a hasonló amerikai befektetési alapok most már nagyjából 5-25% közti befektetők, ha az összes alapokat nézzük, tehát úgymond összeadjuk azokat a különböző befektetési nyugdíjalapokat, amiket ezek a nagy amerikai cégek kezelnek, akkor egy nagyon komoly amerikai részesedést látunk a legnagyobb német cégekben, tehát ez a gazdasági kitettség. Az orosz-német kereskedelem az ilyen 30 milliárd euró volt évente, nagy része nyersanyag. És ugye hát tehát arról le tudnak mondani, az egy kerekítési hiba. Németországban az energiáról nem tudnának lemondani, mert ugye most nagyjából dupla annyiért veszik, mint a háború előtt. A kínai német az olyan 250-280 milliárd euró évente, azért ez már számít Németországban, és a német-amerikai az meg nagyjából 500 milliárd euró évente a forgalom. Tehát arról nem tudnak lemondani. Hát látjuk az amerikai katonai garanciát, tehát a NATO-n belül az USA védi meg Európát, persze attól a veszélytől, amit az angol szászok generálnak, ugye, mert most Oroszország ellenség, és akkor ki véd meg minket? Amerika véd meg minket, ezt is meg kell fizetni. Trump elnök ugye mondja, hogy akkor tessék több amerikai fegyvert vásárolni. És hát ugye, ahogy Japán, Olaszország, Németország is tele van amerikai támaszpontokkal, nagyjából most még 40 ezer amerikai katona állomásozik Németországban, tehát a német elit nem tud szembefordulni Amerikával, nem is akar, mint mondtam, mert harmadszor nem akarnak még egy megalázó vereséget, mint a két előző világháborúban, és ezért van az, hogy azt mondják, hogy jó, hát akkor bekalkuláljuk, hogy akkor az oroszokról leválunk, és akkor inkább a zöld hidrogénben hiszünk, mert hogyha nem lehet orosz fosszilis vezetékes energiát vásárolni, akkor azt valamivel ki kell váltani, és akkor hát mivel váltjuk ki, majd a zöld hidrogénnel. Tehát akik ilyet mondanak Németországban, nem csak a realitásokkal mennek szembe, hanem azzal a 200 családdal is, akik igazából irányítják Németországot, és ők ezt eldöntötték tüzön-vizen keresztül. Most látjuk a türingiai helyi választás előtt is, vagy tartományi választás előtt is, hogy a német családi vállalatok, nagyjából az a 200 családnak az a része, amely Kelet-Németországban érdekelt, azok is megüzenték az ottaniaknak, hogy ne szavazzanak az AfD-re, mert nem lesz jó nekik. Követjük a fejleményeket mi is folyamatosan, és beszámolunk arról, hogy ha érkeznek olyan hírek, főleg amely Magyarországot is érinti. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk. Ma reggel Kiszeli Zoltán volt a vendégünk. Köszönöm én is.
Amennyiben rendszeresen követi tartalmainkat, kérem iratkozzon fel csatornánkra, a csengő gomb megnyomásával értesítéseket is kaphat a legfrissebb videóinkról.